Makkárolynak nem kellett semmilyen frappán sztorit kitalálni arról, hogy miért lett filmrendező. A szüleinek Berettyóújfalun volt moziuk. A többi már filmtörténelem. Lilionfi, szerelem, egy erkölcsös éjszaka. Még nem volt 30 éves, amikor első önálló rendezésével ismerté lett. A Lilionfi minden idők ötödik legnézettebb magyar filmje. Kétféle ilyen filmcsináló módszer van, a Fábri meg a Mak, ugye két osztály volt. A Zoli bácsi úgy dolgozott, én nem dolgoztam, kapott egy könyvet, berajzolta a beállításokat, elővett 5 év múlva is lerajzol, és leforgatta. A Makkal megbeszéljük este a másnapi első jelenetet, de nem a beállítást, nem, mert kiszáll a kocsiból, és akkor mondja meg, hogy hol áll a kamera. Nagy időktanúi vagyunk, Éva. Ozorai András az elmúlt évtizedekben producerként dolgozott vele. Első közös filmjük 30 éve az Egymásra nézve című film volt. A film az annak idején azért volt itt ilyen kicsit nehezen elfogadott a cenzúra hatóság részéről, mert ugye szólt egyszer 56-ról, azért lőttek a határon, azt addig nem nagyon mutatták így be. Azért szólt a leszbikusságról, azért szólt a szabadságvágyról, szóval sok mindenről szólt, és baromi jó színész, hát nagyon tud színész választani.